Éppen egy félelemmel, ám kíváncsisággal teli elsőst láthatunk új helyén, az iskolapadban. Pár nap múlva becsengetnek az iskolába, és elkezdődik a 2024-es, 2025-ös tanév. Vagyis itt az ideje, hogy ráhangolódjunk az iskolára. Habár ez nem könnyű sem a gyerekeknek, sem a szülőknek az élményekkel teli vakáció után. Az intelligencia kutató GEM tanulási központ szakmai vezetője elmondta, hogy hogyan érdemes hangolódni az iskolára, és mik az elsődleges szempontok. Talán a legfontosabb, hogy a rutinokat kell először helyreállítani. Fontos, hogy időben feküdjönek le a gyermekek, akár kicsikről, akár nagyokról van szó, és azért a 9 óra utáni lámpaoltás az már nem annyira jó. Az is fontos, hogy lássuk, hogy legalább 1 hét, 10 nap kell azért, hogy ez a fajta bioritmus újra beálljon. És hát ugye rutin alatt értjük azt, hogy kisebb gyerekekkel elpróbálhatjuk, hogy milyen az, amikor este fogad mosol, és lefekszel, és lámpaoltás van, és reggel pedig fölkelsz, és akkor hogyan készülünk el az iskolába. Azért erre a bő 1 hétre, 2 hétre valóban szüksége van a gyermeki szervezetnek és fizikumnak, és hát nem is beszélve a mentális készülésekről. Természetesen nincsen azzal baj, hogyha még kirándulunk, és esetleg nyaralunk is. Amit nagyon nem szoktunk javasolni, az az, hogy a tényleg utolsó 1-2 este essünk haza, és ott történik a felkészülés. Nagyon fontos az emberi agy számára, hogy a dolgokat ismételjük, megtervezzük. Az ismétlés és a tervezéses viselkedés az nyugalmat ad, az harmóniát ad, ott felkészültem arra a dologra. A szakértők véleménye szerint azt csinálta jól, aki nem hagyta a gyermekeit a vakáció alatt sem ellustulni. No persze, muszáj egy kis pihenést hagyni, főleg fizikai értelemben, de a gyerekek agytekervényeit mindenképpen tornáztatni kell. Napi szinten. Ha ugyanis nyáron is formában tartjuk a gondolkodásukat, akkor hamarabb fel fogják tudni majd venni a fonalat az iskolában szeptemberben. Erre 2 jó praktika is van, amelyet nem csak nyáron érdemes alkalmazni, hanem szeptembertől hétvégenként is jó tipp lehet minden szülőnek. Hát az egyik az nyilván az olvasás, mert amikor olvasunk, akkor legalább 360 mentális folyamat megy végbe az agyba, tehát hogy ez egy nagyon erőteljes dolog. Természetesen, ha egy gyermek nem tud jól olvasni, és olvasási nehézségei vannak, nem gördül az a szöveg úgy, és nem szeret olvasni, akkor ott megint csak ne kell azért nézni, hogy mi az oka. A másik nagyon fontos tipp pedig, hogy gyakoroljuk azokat az elvont ismereteket, amelyeket a gyermek az iskolában szerez. Tehát, hogyha mondjuk a mértékegységeket tanulták, akkor lehet a gyermekkel együtt főzni, lehet a decilitert, a centilitert a receptben is gyakorolni, a grammot, a dekagrammot, egy jó kis túrós gyümölcsös sütemény sütése közben. Tehát nagyon fontos az, hogy szülőként ne csak úgy nézzünk a házi feladatokra, amelyek önmagában is gyakran elrettentőek a gyermekek számára, hogy akkor mit kell megcsinálni a füzetbe, hanem nagyon fontos, hogy alkalmazott tudáshoz juttassuk a gyerekeket. Mutassuk meg annak az értelmét, hogy milyen hétköznapi haszna van a gyermek és a család számára, hogy ő azt a dolgot megtanulta, hogy ő azt az elvont valamit mégis tudja, és a valós életben hogyan használjuk azt, mennyi mindenre használhatjuk. Célokat kell adni a gyerekeknek. Hogyha egy gyermek érti, hogy milyen haszna származik abból, hogy ő egy dolgot tanulgat, akkor 5-6-szor hajlandóbb annak a dolognak az elsajátítására. Az iskolakezdés mindig az első osztályosoknak és szüleiknek a legizgalmasabb. Fontos a gyerekeknek a kognitív képessége is, hiszen ettől függ, mennyire lesznek valóban iskolaérettek. Más kérdés, hogy elsősöknél szeptemberben még ott a lelkesedés, a kíváncsiság, viszont a kutatások szerint október-november környékén általában a legtöbb gyereknél előjön a kedvtelenség, az ellenállás az iskola ellen. Ennek a tapasztalatok szerint körülbelül a 80%-a arra vezethető vissza, hogy még mindig nem működik elég jól a kognitív képessége. Az intelligenciánknak 2 nagy oldala van, az egyik a tartalmi tudásért felelős, a kristályos terület, a másik oldala pedig a fluid folyékony intelligencia. Na most itt van 8 nagy feldolgozó rendszer, amely felelős azért, hogy a gyermek jól tud-e iskolába menni, és ez a fajta iskolai beválás, ez szépen, spontán, gördülékenyen tud-e megtörténni. Amikor nem jó egy gyermeknek a figyelme, amikor nem jó a munka memóriája, amikor nem jó a beszédhangok észlelése, és olvasási zavarok keletkeznek, vagy a logika és érvelés nem jó, és a matematika zötyög,
akkor a gyerekek érzelmi jeleket adnak. Fáj a fejük, fáj a hasuk, sírogatnak, meg is fogalmazzák akár a kis elsősök a maguk módján, hogy mert nem értem a feladatokat. És akkor ez például feladatértési probléma. Ugye a kutatások azt mutatják, hogy nagyon nagyok a különbségek az iskolába lépő első osztályosok között. Ez több évet is kitehet. Persze nem csak a kognitív képességeken múlik, hogy egy gyermek szerete iskolába járni. Előfordulhat, hogy egy adott iskola típus vagy az ott követelt tudásszint nagyon magas egy első számára. Ilyenkor az iskolaváltás is szóba kerülhet, akár évközben is. Arra is van példa, hogy szociális vagy közösségi problémák vannak, és azért nem érzi jól magát a gyermek az adott intézményben. Ekkor a szülőnek kötelessége közbelépni és szakemberhez fordulni. Azt lokalizálni, hogy mi okozza ezt a fajta ellenállást, azért az ott nem árt szakemberekre is hagyatkozni. Mi mindig úgy dolgozunk egyébként a GEM tanulási központban, hogy azt mondjuk, hogy a szülőnek a szívét sose lehet becsapni. Tehát amit mi mondunk, az mindig összhangban van azért azzal, amit egy alapos, jó lelkiismeretű szülő szokott érzékelni. És természetesen hozzájárulunk ahhoz, hogy még részletesebben, és hogyha nem csak egy oka van, hanem lehet több oka is, akkor komplexebben át tudjuk látni ezt az egész zavar jelek sorozatát. De fajsúlyozni kell, hogy mire van szükség. Előfordulhat az, hogy jó az az adott iskola, és képességfejlesztésre van a gyermeknek szüksége, és a kulcskognitív képességeit fel kell tornázni, mert valóban nem érik el az 50 percentilises értéket, csak 30 vagy 29, vagy ki tudja mennyi, és fel kell hozni 50-re. Utána ugyanabban az iskolában megállja már a helyét a gyermek, és az önbizalom a legelső, ami egy jó terápiának a legelső pozitív hatása.